A csíkszeredai rendőrségen hallgatták ki László Antalt, Csíkszentmárton alpolgármesterét, miután reggel 6 órakor rátörtek családjára, hogy házkutatást tartsanak nála. A házkutatás alapja az a feljelentés lehet, amelyet Giorgé Simion, EP képviselőjelölt tett. A Bákó megyei rendőrség ma reggel közleményben erősítette meg, hogy házkutatást folytattak az egy héttel ezelőtti úzvölgyi akció kapcsán. A múlt héten az úzvölgyi civil akciócsoport tagjai fekete zsákokba csomagolták a névtelen román katonák emlékére állított betonkereszteket, ám ezt még aznap magyar civilek leszették. A betonkereszteket és az ortodox emlékművet letakaró személyeknél zajló házkutatással párhuzamosan eljárás folyik egy másik úzvölgyi incidens kapcsán. Is. Ugyanis Giorgé Simion független EP képviselőjelölt múlt pénteken kilátogatott a sírkertbe. Ekkor videófelvétel is készült, amelyen látszik, hogy a helyszínen szóváltásba került a temető őrzésében és vírasztásban résztvevő magyarokkal. A jelölt azt állítja, hogy egy magyar megütötte. Emiatt ma reggel előállították László Antalt, Csíkszentmárton alpolgármesterét, aki jelen volt az incidenskor. Az RMDS közlése szerint reggel 6 órakor rátörtek a családjára, hogy házkutatást tartsanak nála, majd a csíkszeredai rendőrségen ki is hallgatták. A szövetség hírlevele szerint a házkutatás alapja az a feljelentés lehet, amelyet Giorgé Simion aktivista, független EP képviselőjelölt tett. Minden támogatást, minden segítségét megadunk Antinak, ahhoz, hogy meg tudja védeni a maga igazát, tudjuk, hogy nem kell semmiben, tudjuk, hogy teljesen ártatlan, nem nyúlt egyetlen ujjal se senkihez, úgyhogy a mi feladatunk az, hogy milyen támogatást megadjuk neki, és mindenben segítsük. Az elmúlt két hét történései igencsak felkavarták a román nacionalisták kedélyeit. Azóta a magyarok mellett folyamatosan érkeznek a sírkerthez román zarándokok is. A rendőri jelenlét pedig állandóvá vált.